Köszöntöm Völgységi magazin nézőinket, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Új közösségi ház és árokrendszer Kétyen, Székelyföld autonómiájáért lobbantak fel a lángok Tevelen, ismét megnyílt a Tündérkert Kismányokon, idősek napja Kakasdon. Kétyen a település csapadékvíz elvezető rendszere közel 50 éven át képtelen volt kezelni, ha nagy mennyiségű eső esett. A területfejlesztési operatív program pályázata ezt a helyzetet orvosolta. A nyert források azt is lehetővé tették, hogy az egykori iskola épületében egy közösségi teret alakítsanak ki. Ez az épület Hajdan oktatási feladatokat látott el. A település iskolája volt. A gyereklétszám csökkenése után azonban már nem lehetett fenntartani. Az épülethez azonban megmaradt a kötődése a helyieknek, mindezt jól bizonyítja, hogy sokan részesei akartak lenni a felújítás utáni átadónak. Mert hogy Kétyen arra vártak, legyen lehetőség arra, valamilyen módon hasznosítsák az ingatlant. Ha valaki látta ennek az épületnek akárcsak egy pár évvel ezelőtti állapotát, az szerintem egy lukasgaras nem adott volna azért, hogy ebből az épületből ilyen jó közösségi tér fog kialakulni. Ugyanis 2007-ben, amikor az iskolát fájó szívvel el kellett engedjük a gyermek létszám miatt, onnantól fogva az épületből kihalt az élet. Tehát semmi olyat nem tudtunk belehozni, nevezzük így, amivel a funkcióját akárcsak egy nagyon picit meg tudtuk volna menteni, vagy akár egy közösségi térnek tudtuk volna használni. És akkor elkezdett bázni a tető, megrogyott a tetőszerkezet, lepotyogott a mennyezet, a folyosóról lehullott a vakolat. Rengeteg olyan probléma volt, ugye a víz átázás miatt az ablakok alatt elkezdett a fal megbomlani, a nyílászárók kezdtek tönkremenni, és ezért mindenféleképpen az volt a cél, hogy ezt az épületet valahogy mentsük meg. Ekkor jött a településfejlesztési operatív program pályázata, mely egyszerre biztosított lehetőséget az iskola épület korszerűsítésére és a település vízelvezető rendszerének rendbetételére. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, ezek a beruházások segítik hozzá a kis településen élőket ahhoz, hogy jelentősen emelkedjen komfortérzetük. Ez az épület valamikor iskola épület volt. Én még emlékszem arra is, amikor még felső is volt, aztán utána az alsó tagozat működött itt tovább. Az is társulásban volt a zombai általános iskolával, és egyébként jól működött, csak nagyon kevés volt már a gyerek, úgyhogy gyakorlatilag nem volt szükség erre az iskola épületre. És utána viszont az épületnek az állaga folyamatosan romlott, és ezért gondolta úgy az önkormányzat, hogy felújítja ezt az épületet, a forrást pedig a toppon keresztül tudták megoldani. Nyilván ehhez kell egy együttműködés, kell együttműködni a megyei önkormányzattal. Úgy gondolom, hogy a lobbyerő is megvolt a részemről, hogy úgy tudtuk alakítani egyébként a topos beruházásokat, igényeket is egyébként, sokszor egyeztetünk a polgármesterekkel, hogy ne kevesebb számú nagy projekt legyen, hanem minél több kisebb projekt valósuljon meg annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat minél jobban el tudjuk osztani. Ez egyébként egész Szolna megyére kivetítve az előző ilyen ciklusban, pályázati ciklusban a 40 milliárd forintot tett ki. Kétyen is több topos beruházás készült el, ez a területi operatív programot jelenti. Gyakorlatilag nincsen szinte olyan település, ahol hasonló beruházásoknak készültek, projekteknek készültek volna el az elmúlt években. Most kettő ilyet adunk át. Egyrészt a csapadékvíz elvezetést oldották meg ebből a forrásból, másrészt pedig a volt iskola épületét lehetett felújítani, illetve szigetelni, új nyílászárókat beépíteni a régiek helyén. A két beruházásnak az összköltsége közel 190 millió forint volt, ami egy ekkora méretű település életében sokat jelent, és hát reméljük azt, hogy mind a csapadék vízelvezetése megoldódik, mind pedig a különböző civil szervezetek, elsősorban a nyugdíjas klub egy méltó helyre, otthonra lehet ebben az épületben. Gödlei Zoltán két polgármestere még tavasszal mutatta meg, miért mosta el a települést minden jelentősebb esőzés.
Ennek kiküszöbölése érdekében pályáztak a területfejlesztési operatív programban a vízelvezetők rendbetételére. Lehet látni, hogy ezek a gyűrűk ezekhez a hidakhoz, illetve ehhez az árokszelvényhez nagyon-nagyon kicsik, illetve az egyik így áll, a másik így áll, a harmadik így áll. Ezen az oldalon is, hogyha megnézzük, akkor itt sincs a nyomvonal összerakva. Ez pedig már a jelen. A vízelvezetők és a kocsibejárók is elkészültek. Itt Kétyen a csapadékvíz az mindig egy nagyon izgalmas állapotokat szokott varázsolni. 70-től aztán folyamatosan akkora árvizek, villámárvizek, illetve felhőszakadások szoktak ezen a részen generálódni, ami a régi csapadékvíz elvezető rendszert teljesen ellehetetlenítette. Annyit tudott az önkormányzat egyszer-egyszer az állagán javítani, hogy egy-két, a legtöbbször talán 3 millió forintot költöttünk arra, hogy az árkokat kipucoljuk. Aminek az lett a vége, hogy mi jót akartunk, és közben lecsúszott az árok oldala, az belement, akkor az lett a fék, akkor ugye építették a lakók a hidat, keresztbe, hosszába, kisebbet, nagyobbat, és csak a fékeket rakták be ilyen szempontból a víz elé, és most ezzel a pályázattal ezeket mi most mind megkiküszöböltük, minden olyan negatív dolgot, ami ilyenkor előfordulhat, azt ki tudtuk küszöbölni, és egy nagyon-nagyon-nagyon klassz kis csapadékvíz elvezető rendszert építettek nekünk itt a kivitelezők. Gödrei Zoltán polgármester azt mondta, a vízelvezetés egyelőre a falu felsőbb területeinek életében hozott változást, nem áznak be többet a házak, és nem önti el a kerteket az esővíz. Most a feladat a falu központ csapadékvízmentesítésének megoldása, erre várják a következő pályázati lehetőségeket. Többek között Tever is az egyike volt annak a 80 hazai és felvidéki helyszínnek, ahol a Székely Autonómia napja alkalmából őrtüzeket gyújtottak. A településen az önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége együtt lobbantotta lángra a szolidaritás jelképét. A Székely Nemzeti Tanács 2015-ben meghozott határozatának értelmében minden év október utolsó vasárnapjára esik a Székely Autonómia napja. Tevelen a helyi önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének közös rendezvényen gyulladtak fel a lángok a fontos esemény alkalmából. Most már mondhatom, hogy hagyományosan pár éve őrtüzet gyújtunk közösen a teveli önkormányzat és a Bukovinai Székely Szövetség közös szervezésében. A Székely autonómiáért gyújtunk őrtüzet, és ezzel szolidaritásunkat, együttérzésünket fejezzük ki minden jó lelkű, jó érzésű embernek. Célunk továbbra is az, hogy ez az őrtűz, ez legyen a béke, az összetartozás, a szeretet és a megértésnek a lángja, jelképe, és azt szeretném, hogy ez igazándiból ne csak Tevelen, hanem nagyon sok helyen lobbanjon föl, és az összetartozásukat fejezzék ki az emberek, és legyen példás, példakép ez mindenki számára. Az önkormányzat minden Tevelen működő civil szervezet egyaránt egységesen kezel és támogat, tehát nem csak kiemelten a székelyeket, hanem minden nemzetiséget. Ha már kiemeltük így a kérdésben a székelyeket, igen, Tevelen működik a székelykör már nagyon régóta. Nagyon erős baráti, illetve felebaráti szerveződés, és sok programot szerveznek itt a településen, sok programon képviselik településünket, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a civil szervezet megőrzi a hagyományokat, és tovább viszi a következő generáció részére. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a székely összetartozásnak az emberek előtt példaként kell szolgálnia. Nem szabad közömbösek lennünk más népekhez, illetve
A saját közösségünkön belül is mindenképpen az összefogás és az együttlét, illetve az egymást erősítés nagyon fontos. Ez a mai napra is visszavezethető, és a mai napig is visszavezethető. Úgy gondolom, hogy a bukonyi székelyek nem csak ugye ez a fajta kiállás volt, hanem végül is konkrétan a bukonyi székelyek is részt vettek ugye még abban az időben a szabadságharcban, illetve hát tulajdonképpen nem egy lehetőségük volt, hanem elég sok, amivel példát adtak, példát mutattak az akkori népcsoportoknak, hogy össze kell fogjunk, és mindenképpen ez tart minket életben. És ahogy említettem, tehát a mai időkben is hasonlóan, sőt, talán még erősebben össze kell tartanunk ugye ebbe az ivataros időkben, mert nyugodtan nevezhetjük, hiszen a kultúrák találkozása most már eléggé felhigult több helyen, és ahhoz, hogy a gyökereket megtaláljuk, és tényleg azt a fajta értékeket tudjuk magunkévá tenni, amelyeket kaptunk. Ez rámutat az a történet, illetve az a történelmi sodrás is, amelyben tulajdonképpen a bukonyi székelyek végigvonultak. A fiatalok számára különösen fontos, hogy őrizzék a hagyományokat, ápolják a gyökereket, hiszen ez adhat erőt számunkra a jövőben. Ha gyökereket nem ápoljuk, hanem tudjuk, hogy honnan jöttünk, akkor ugye a gyökértelen emberrel mind, ahogy mondják, azzal bármit meg lehet tenni. Én bízom benne a bukonyi székelyekkel, ha már magunkról beszélhetek, de általában a székely emberekkel nem tudják és nem is tudták megtenni, hiszen a madéfali veszedelemkor is ugye példát mutattunk abban, hogy kiálltunk a jogainkért, és tulajdonképpen itt is egyfajta hasonló a történet, hiszen azokért az önállóságért azért jogért álltak ki a szabadságharcban lévők, amelyeket sárba tiportak akkor. A kismányoki tündérpiac ötlete 2021 májusában fogalmazódott meg a szervezők fejében, azzal a céllal, hogy legyen egy fórum a helyi termelőknek és kézműveseknek, ahol bemutathatják a portékáikat. Már az első rendezvény is nagy sikernek örvendett, így azóta minden hónapban a téli időszak kivételével kitelepülnek az árusok, hogy találkozhassanak a vásárlóikkal. De nem csak vásárlásra van lehetőség, programok is színesítik a piacot. A kismányoki sportpálya egyik felén árusok kínálják a portékáikat, a pálya másik felén tököt faragnak a szülők és a gyerekek. Muzsika szól a háttérben, és finom illatok szállnak a levegőben, sül a kenyérlángos. 2021 májusa óta szinte minden hónapban várja látogatókat a tündérkert piac. Az első rendezvény már annyira sikeres volt, hogy nagyon sok látogató is volt, és nagyon sok árus is elfogadta a meghívást. És azóta minden hónapban, a tél kivételével minden hónapban egy hétvégét, vagy szombatot, vagy vasárnapot kitűzünk, és a piacnapot meghirdetjük. Az árusok azok cserélődnek, tehát van egy mag, akik szinte rendszeresen jönnek, de például a mai napon is 4 új árusunk van, a többi árus pedig az miatt nem jön, mert esetleg már valahova ajánlkozott, tehát már máshova hívták, és akkor ezzel is színesebbé válik a piac, mert nem mindig ugyanazok az árusok vannak. Lehet, hogy 2 havonta látják ugyanazt az árust. De például most nagyon örülünk, hogy például jött a zöldséges is, és ez volt a célunk, hogy minél több saját termesztésű áruval jöjjenek. A piac az elmúlt egy év során egyre több embert vonzott, népszerűsége alkalomról alkalomra nő. Valószínű, hogy népszerű ez a piac, mert valamilyen szinten
maga ez a környezet is ad egy olyan nyugodt pihenési lehetőséget, mert nem csak ide jön és bevásárol és elmegy, hanem lehetősége van leülni, akár egy kenyérlángost megenni, a zenét hallgatni. Ha gyermekkel jön, főleg a nyári jobb időben, mert most azért borult az ég, nyári időben homokoznak a gyerekek, akkor ebihalaznak. Tehát a gyereket nyugodtan elengedheti, hiszen az országút az távol esik. Tehát nem kell félni, hogy baja történik, és ezért szívesebben jönnek családok is. A helyi lakosok is úgy gondoljuk, hogy aki mozgásképes, az azért lesétál, eljön, megnézi, hogy most éppen milyen árusok jönnek, és a környékbeli embereket úgy vettük észre, hogy ők szívesebben jönnek, még akár, mint a helyiek is, és az árusok pedig jönnek mindenhonnan, tehát Dombovártól, Szekszárdig, Bajáig. A szervezők törekednek arra, hogy egy-egy kulturális programmal is színesítsék a rendezvényt. Volt nyári táborunk, néptáncos táborunk, és akkor annak a záró bemutatóját a piac alkalmával itt mutattuk be. Akkor volt májusfaki táncolás, akkor volt olyan, hogy csak előadót hívtunk, akkor volt boszorkányper, tűz zsonglőrökkel. Tehát úgy megpróbálunk mindig valami pluszt beletenni. A mai napon 3 órától facsemetét ültettünk. Ezt is tavaly kezdtük. Abban az évben született kisbabáknak a tiszteletére, és az apukának és anyukának a munkájának eredménye az, hogy ott áll a fa, tehát ők, főleg az apuka az, aki segít beásni, beemelni a fát, meglocsolni, és hát most már 4 fánk van, tavaly 3-at ültettünk, most pedig ennek a kicsi babának. A beköltözött fiatalok, ha kisbabával jönnek, akkor nekik, az ő tiszteletükre is ültetünk egy fát. Úgyhogy a mai nap azzal indult, és akkor a piacosok jöttek, most a tökfaragás, lassan besötétedik, akkor a lámpák, a mécsesek bekerülnek a tökökbe, körbe rakjuk a kis tündérházunkat, és egy gyönyörű fotó lesz, mert megörökítik a saját gyermeket, el is vihetik haza a tököket. A tündérkert piac ötlete a polgármestertől származott. Mert neki nagyon tetszettek a Balaton környék ilyen termelők piaca, és azt mondta, hogy mi nekünk is kellene csinálni. Igaz, hogy nem a portákat nyitjuk meg, hanem ezt a teret alakítottuk úgy ki, hogy van egy nagyon ügyes és kreatív növény szerető emberünk, ilyen kertésznek nevezett valaki, aki gondozza és ülteti a virágokat, és egyre szebb ez a tündérkert. A tündérkertet azt én találtam ki, mert maga a 3 fűzfa az adja a meseszerűségét, és a köré ültetett virágok és a egy-egy figura szépen hozta azt az ötletet, hogy ez akkor nem egy liget, egy nyárfaliget, vagy nem tudom mi lesz, hanem ez egy tündérkert. A téli hónapokban szünete majd a piac, viszont a tavasz beköszöntével újra kinyitja kapuit a kismányoki tündérkert. Kakasdon a település vezetése nagy gondot fordít az időseikkel való törődésre. Ennek fejében a szépkorúak a leglelkesebb segítői a település rendezvényeinek. Az idősek napja alkalmával rendezett délutánon arról is szó esett, fontos, hogy a nagyszülőkorúak érezzik még szükség van arra, hogy részesei legyenek a falu életének.
Kakasdon aktív nyugdíjas élet zajlik, nem csak a faluház szervezésében, de a település egészét figyelembe véve. Minden rendezvény vagy közösségi megmozdulás szervezője bízvást számíthat arra, hogy segítségére lesznek a település idősei. Hogyha rendezvényeink vannak, akkor nagyon könnyen és nagyon egyszerűen fordulhatunk hozzájuk, mert bármi kéréssel eddig hozzájuk fordultunk, hogy milyen módon tudnának részt venni egy-egy rendezvény lebonyolításában, akár háttérmunkákban, akár pedig közvetlenül, mindig nagyon szívesen jöttek, és sokan vannak. Van Kakasdon Nyugdíjas Egyesület, ennek a Nyugdíjas Egyesületnek is nagyon sok tagja van, ők az aktívabb magja itt a nyugdíjas közösségnek, és ők nagyon rendszeresen, tehát sokszor szerveznek saját maguknak is programokat. De mondom így a falunak, hogyha rendezünk így az önkormányzattal közösen, és szükségünk van rájuk, akkor bármikor mozdíthatóak és jönnek és odaállnak. Péter Károlyi, az imént említett nyugdíjas szervezet vezetője büszke arra, hogy számíthatnak a szervezet tagságára a faluban. Azt meséli, nem nagyon kell nógatni a nagymamákat és nagypapákat arra, hogy készen álljanak az adódó feladatok ellátására. És hogyha valami szükséges, vagy valami kell, akkor a nyugdíjasaink megmozdulnak, és segítenek. Bármikor voltunk óvodatakarításnál, volt mikor a falu szépítése volt, hát igaz, ez most már vagy 2 éve, vagy 3 éve volt, az utcát végig takarítottuk meg ilyen dolgokat a nyugdíjasaink. Hogyha van egy-egy esemény, hogy el tudnak jönni. Most is volt a Galuska Fesztiválunk, ami hát minden évben ősszel szoktuk azt megtartani, és hát nagyon sokan voltunk, voltak meghívott vendégeink is, és a mi nyugdíjasaink is, hát voltak, a mi nyugdíjasaink 78-an voltak. Hát 90 fős a nyugdíjas csoportunk. Úgyhogy, és nagyon örülnek, és szívesen jönnek. Nagyon fontos az, hogy kimozduljanak az otthonukból, és ne csak otthon saját maguk gondjaival foglalkozzanak, hanem egy kicsit kint legyenek a közösségben, és egymással beszélgessenek, egymással társalogjanak. Ez nagyon fontos az időseknek, mert másképp, ha nem tartanak társas kapcsolatot, hát akkor befordulnak, vagy magányosok lesznek. Az együttműködés a kölcsönösségen alapul, mondja Selni Simcsi Korsoly, a polgármester. Az önkormányzat képviselő testülete úgy gondolta, hogy én is szeretném megtartani az idősek napját. Ennek célja, hogy kifejezzük az irántuk érzett tiszteletünket. Kakasdi sorozatos rendezvények és események azonban így október végére sodortak bennünket, és attól függetlenül egy kis jó hangulatú programmal igyekszünk kedveskedni nekik, hiszen példát mutatnak számunkra. Sokakat megbecsülnek szűk családi körben is, mi ezt szeretnénk egy szélesebb körben megtenni. Azt az értéket, amit képviselnek számunkra, átadták már nekünk, és mi is ezt adjuk át a jövő generációjának, ugyanakkor ez nagyon értékes és példamutató alapokat képviselnek így számunkra. Nagyon komoly nyugdíjas egyesület van itt Kakasdon, és szeretik is a rendezvényeinket, részt is vesznek rajta, és nagyon nagy segítség is számunkra. Nagyon aranyosak voltak, például nekik szól ez a rendezvény, és mégis megkérdezték, hogy miben tudunk segíteni, holott itt most nem az ő segítségükre számítottunk, hanem arra, hogy kényeztessük őket. Én nagyon számítok, igen, azt, hogy az ő tanácsaikra és jó szándékú megjegyzéseikre, hiszen csak jót akarnak, nagyon jó közösséget képviselnek, és nagyon jó szándékkal közelítenek felénk. És ezt érthetem jó tanácsok alatt is, valamint azt, hogy amikor események vannak, be tudom őket vonni, és tevőlegesen is részt vesznek ezekben. A dalos délutánt rövid állófogadást tette még emlékezetessé, ahol természetesen az idősek által készített finomságok is az asztalokra kerültek. Völgységi magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!